Medveveszély. Nagy a felháborodás a hatóságok tehetetlensége miatt Gernyeszegen, ahol halálos áldozatot szedett a medve. Törvényt kezdeményeznek az állomány szabályozására, mondta a Kolcsár Károly képviselő. Járványkezelés. Újabb lazításokra készül a kormány augusztus 1-től, a beltéri maszkviselés kötelezettsége azonban marad. Ugyanakkor a beoltottak könnyebben juthatnak hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz. Olimpiai játékok. Nehezen szoknak hozzá a versenyzők és a sajtósok, hogy mintha Szellemvárosban rendeznék az üres lelátók előtti tókiói olimpiát. Köszöntöm Önöket a híradóban! Elfogadhatatlan, hogy egy egész település lakóit tartják rettegésben a medvék. Sürgős közbelépésre van szükség az állomány szabályozása érdekében, hangzott el ma a gernyeszegi sajtótájékoztatón. A hétvégi medvetámadások egyik áldozata egy gernyeszegi pásztor. Az éjszaka ismét garázdálkodott a Nagyvada községben. Nagyon súlyos probléma, mert ugye hát nem tudunk kimenni sem, már lassan az udvarra sem, annyira tartunk a ugye medvetámadástól. Gernyeszeg és a hozzátartozó települések lakói félnek, a medvetámadás már emberéletet is követelt a hétvégén. Csak a napokban 15 alkalommal garázdálkodott a Nagyvada környéken, éjszakánként 3 esztenához is eljár. Éjjel 3 órakor arra ébredtem, hogy olyan hang volt, mint a disznóvágás, mert a szomszédba megfogta, és egy fél órán keresztül kínoszta a disznót, elvitte. Tehát szörnyű, ami történik. Az, hogy felhívjuk a 112-t, az csak annyit csinált, hogy kijött a rendőrség, eldobtak egy pár petárdát, és a falu alsó feléből, ahol volt a probléma, felhajtották. És fent csinálta meg ugyanezt a gondot. Tehát szörnyű, nem tudom, hogy hova lehet folyamodni, de valamilyen megoldást kell találni, és a létszámot le kell csökkenteni. Tamási Csongornak a méhkaptárait tette tönkre a medve. A helyzet sürgős megoldást követel, emiatt hívtak össze sajtótájékoztatót Gernyeszegre kedreggel, néhány órával egy újabb medveriasztást követően. Az egyetlen megoldás a véleményem és a közösség véleménye szerint, hogy el kell indítani az állomány ritkítását. Közben megjelent a hivatalos közlönyben a veszélyes medvék azonnali kilövését lehetővé tevő sürgősségi kormányrendelet. Ez azonban nem oldja meg teljesen a helyzetet, hiszen csak belterületre vonatkozik, és a támadásoknak kitett esztenák külterületeken találhatók. Emiatt a rendelet módosítását fogják kérni a kormánytól. Ha nem teszi, akkor a parlament elkezdtével, a parlamenti munka elkezdtével szeptember 1-én módosító javaslatot fogok kezdeményezni. Ugyanakkor eltökélt szándékom nekem meg a kollégáimnak, hogy egy törvénytervezetet nyújtsunk be, ami lehetővé teszi a medve populáció szabályozását és visszaszorítását. Maros megyében 2017 óta 1048 medvék által okozott káresetet jelentettek, idén 134-et. 2019-ben 2, idén ugyancsak 2 halálos áldozatot követeltek a nagyvad támadásai, mondta a találkozón Péter Ferenc. A jelenlegi állapot tarthatatlan, és még akkor is, ha védenünk kell az állatokat, de az embereket elsősorban, őket is. És meg kell találnunk azt a megoldást, amely az egyensúlyt megteremti. Nem lehet azt megengedni, hogy a medvepopuláció ennyire szaporodjon, és ne legyen semmilyenféle fellépés. Hétfőn reggel hivatalosan kérték a gernyeszegi veszélyes medve eltávolítását. A találkozón elhangzott valótlan az állítás, miszerint csökkent volna a medve élettere. Az erdő alap jelenleg nagyobb, mint néhány évvel ezelőtt. A Bihar megyei szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát dicsérte Bihar megyei látogatásán Táncosban a környezetvédelmi miniszter. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy megoldást találnak a nyugati határnál a folyókon Magyarországra áramló hulladék megállítására. Környezetvédelemmel és az ideiglenes hulladéklerakókkal kapcsolatos problémák, az erdők adminisztrálása, vízügyi befektetések és sok más téma is előkerült Táncos Barna környezetvédelmi miniszter Bihar megyei hivatalos körútja során. A tárcavezető a helyi RMDS meghívására érkezett Nagyváradra, de több önkormányzatnál is munkalátogatást tett, találkozott a polgármesterekkel, hogy felmérje a megyében felmerülő problémákat és megbeszéljék a helyi vezetők érintő legfontosabb ügyeket. Úgy gondolom, hogy főleg Bihar megyében
a termálvizek az egy kiaknázandó erőforrás, főleg akkor, amikor Európa 2050-re a szén-dioxid semlegességet szeretné elérni. Ezekben a próbálkozásaikban támogatnunk kell az önkormányzatokat, hogy a középületeket, az iskolákat, az óvodákat, a polgármesteri hivatalt, a sportcsarnokokat lehetőleg olyan erőforrással fűtsék, hogy ne kelljen szén-dioxid kibocsátásért esetleg néhány év múlva, vagy 10 éven belül plusz költségeket vállaljanak. A délutáni sajtótájékoztatón többek között szó esett az érmelléket veszélyeztető árvizek megelőzéséről, amelyre közösen kell megoldást találjanak a helyi önkormányzatokkal, ugyanakkor a tárcavezető gratulált a Bihar megyei helyhatóságnak és a megyei önkormányzatnak a szelektív hulladékgyűjtésben elért sikerekért. Egyre gyakrabban érik politikai támadások az USZERÉ Plusz Szövetséget a Nemzeti Liberális Párt irányából, ezért Krisztián Gínyá európai alapokért felelős miniszter a kormányból való kilépést is kilátásba helyezte. Dan Barna USZERÉ elnök szerint azonban ez elsietett döntés lenne. A kormánykoalíción belüli feszültség szinte folyamatosan érezhető már. A kormányzó pártok számos kényes témában nem tudnak egyességre jutni. Ezek közé tartozik például a speciális nyugdíjak kérdése vagy a különleges ügyészi részleg felszámolása. A nézeteltérések első epizódjaként Vlad Vujkulescu USZERÉ és egészségügyi tárcavezetőt menesztette a kormányfő. Florin Kücu most ismét azt mondja, hogy a minisztériumok költségvetésének végrehajtásán múlhat az, hogy egyes tárcavezetők továbbra is tisztségben maradnak-e vagy sem. A nyilatkozat mögött az USZERÉ újabb támadást sejt. Krisztián Gínyá európai alapokért felelős miniszter az USZERÉ Plusz kormányból való kivonulásának lehetőségét is felvetette. Erről is faggatták az újságírók Dan Barna USZERÉ elnököt. Nincs mit mondanom arról, hogy a PNL-en belül azon versenyeznek, hogy kitör több borsot az USZERÉ Plusz orra alá. Ezt mindannyian látjuk. Várom, hogy lejárjon ez a szuper szeptember, amikor mindhárom párt választásokat tart, és határozottabban térjünk vissza a kormányprogramhoz, illetve annak reformjaihoz. A többi mindössze a kampány retorika része. Mint fogalmazott, egyszerű lenne, ha az USZERÉ Plusz kivonulna a kormányból, de ezt a lépést egyelőre nem fogja megtenni a szövetség. Dan Barna szerint ugyanis a román állampolgárok azért szavaztak bizalmat az USZERÉ Plusznak, azért küldték őket a kormányba és a parlamentbe, hogy Románia érdekeiért harcoljanak. Lazító intézkedéseket vezet be a kormány augusztus 1-től, jelentette be Lucián Bodi belügyminiszter Konstancán tartott sajtótájékoztatóján. A beltéri maszkviselés azonban továbbra is kötelező lesz. Florin Kücu miniszterelnök már július első felében hangoztatta, hogy a járványügyi helyzet alakulása függvényében újabb lazító intézkedéseket tervez bevezetni az általa vezetett kabinet. Ezek hivatalos bejelentését megelőzően Lucián Bodé újságírói kérdése válaszolva elárulta, hogy augusztus 1-e után is kötelező marad a beltéri maszkviselés, de lazító intézkedésként növelik majd a magánrendezvényeken résztvevő személyek számát. Augusztus 1-e után is kötelező marad a védő maszkviselés. A hatóságok ellenőrizni fogják az óvintézkedés betartását. Most is be tudnék számolni arról, hogy naponta mennyi büntetést szabnak ki a kihágásokért. Ezúton pedig arra is kérem a lakosságot, hogy tartsa be a járványügyi óvintézkedéseket. Aggodalommal követjük, hogy mi történik Európa más országaiban, és hogy milyen intézkedéseket alkalmaznak. Mi most a korlátozások fokozatos feloldásának szakaszában vagyunk. A belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy legyen a kormány partnere a járvány leküzdésében, amelynek a legfontosabb eleme az oltás. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság újabb lazító intézkedésekről döntött. Augusztus 1-től azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta 2000-nél alacsonyabb, szabadtéren legtöbb 75 ezer fő részvételével lehet kulturális szórakoztató rendezvényeket tartani. Beltéri helyszíneken szervezett magánrendezvényeken legtöbb 400 személy vehet részt, és minden személy számára 2 négyzetméteres területet kell biztosítani. A nézőtér teljes kapacitásának kihasználásával lehet bel- és szabadtéri sportrendezvényeket tartani, ha legalább 1 méter a távolsága a résztvevők között. Továbbá legtöbb 500 fő részvételével lehet tüntetéseket szervezni. A bárok, klubok, szórakozóhelyek, játéktermek teljes kapacitással működhetnek 17 óra és hajnali 2 óra között. Kulturális rendezvényeken, fesztiválokon, magánrendezvényeken csak a koronavírus ellen legalább 10 napja beoltottak. A 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus tesztet felmutató személyek vehetnek részt, valamint azok, akik bizonyítani tudják, hogy átestek a koronavírus fertőzésen. Sportrendezvényekre és beltéri bárokba, valamint klubokba csak beoltott személyek mehetnek.
Felkerült a Verespataki római kori bánya helyszíne az UNESCO világörökségi listájára, jelentette be ma Tian Xuechun, a Világörökség Bizottság 44. kibővített ülésszakának elnöke. A műemlékek és műemlékhelyszínek nemzetközi tanácsának javaslatára a Verespataki bánya a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára is felkerült. Ez egyben azt jelenti, hogy megtiltják az aranybányászatot a helyszínen. Gondot okoz a szárazság a krumpli termesztőknek, bár ideálisan indult a szezon, szükség lenne a csapadékra annak érdekében, hogy a termés megfelelően fejlődjön. A kártevők és a betegség ellen a gazdák fel tudják venni a harcot, de az eső hiánya komoly probléma. A burgonya szezon ideális körülmények között indult, viszont a folyamatos szárazság miatt nem nő megfelelően a termés, így később gondok lehetnek az értékesítésével is. Ferenc Béla, az Agrome Kft. Vezetője szerint a közel 200 hektáros területnyi burgonya ebben a hőségben nem nő megfelelő méretűre. Kedvezőtlen tényezőként jelen van a betegség és a kártevők is, de ez odafigyeléssel kezelhető, ellentétben az eső hiányával. A betegség és a kártevők is támadnak, de azt tudjuk kézbe tartani, tehát kézbe is van tartva. Az egyetlen egy ellenségünk a szárazság, tehát ez a nagy meleg és szárazság, ez nem tesz jót a krumplinak. Annál is inkább, mert ideálisak voltak a körülmények az elültetés után, szépen fejlődtek a növények, úgymond sokat kötött, tehát a darabszám nagy, és ezeket föl kellene úgymond nevelni. Remek megoldás lenne a problémára egy öntözőrendszer beépítése, viszont költséges és bonyolult feladatnak bizonyul. Gazdaságos megoldásnak egyedül a furt kutak kialakítása tűnik. Első alkalommal ünnepelték meg a katolikus egyházban a nagyszülők és idősek világnapját. Július 4. vasárnapján verses zenés műsorral köszöntötték a gyülekezet szép korú tagjait a nagyváradi székesegyházban. A nagyszülők és idősek világnapja alkalmából verses zenés műsorral ünnepeltek a nagyváradi székesegyházban. Az eseményt Ferenc pápa ez év februárjában vezette be, hogy az egyház így fejezze ki tiszteletét az idősek iránt, akik a nemzedékeket összekötő láncszemek, és átadják a fiataloknak az élet és a hit tapasztalatait. Van szülőknek a napja, anyák napja, férfiak napja, apák napja, és ott mindennek van már világnapja. Szülőknek mi nincsen. Illő, hogy a nagyszülőkre is nagyszülőkről is gondoskodjunk, és őket is szeretettel öleljük át, hiszen ők a mi életünknek egy nagyon fontos része. Az idei világnap témája Máté evangéliumának 28. verséből lett kiválasztva. Én veletek vagyok minden nap, hogy ezzel is bátorítást nyújtsak az időseknek ebben a mostani nehéz időben. A nagyszülők és idősek világnapját minden évben, július 4. vasárnapján ünnepli a katolikus egyház. Közös kampányt indított Székelyudvarhely önkormányzata és a helyi turisztikai információs iroda. A Légy Székelyudvarhely nagykövete elnevezésű program révén a városból elszármazott neves személyek segítségével népszerűsítenék a helyi turizmust. Légy Székelyudvarhely nagykövete címmel indított programot a Székelyudvarhelyi önkormányzat, illetve a helyi Szintofúr és Turinfo iroda. A közös kampány célja, hogy a Hargita megyei város turisztikai ajánlatait népszerűsítsék, az idegenforgalom növekedésével együtt járó lehetőségeket maradéktalanul hasznosítsák, illetve hogy a magyarországi vendégek mellett máshonnan érkező turistákat is bevonzzák. A program megálmodóinak koncepciója, hogy azokat a helyi embereket, akik már nem élnek itt, de tettek valamit Udvarhelyért, kapcsolódjanak be szülővárosuk népszerűsítésébe. Mi látjuk a saját értékeinket, biztos vagyok benne azok az emberek, azok az udvarhelyiek, akik elmentek, valamilyen okból kifajulag elkényszerültek a városból, ugyanígy éreznek, és akik már valamilyen szinten jó hírét vitték a városnak, helyt álltak máshol, fognak segíteni nekünk ebben a programban. Székelyudvarhely nagykövete bárki lehet, aki innen elszármazott és vállalja a helyi turisztikai vállalkozások, szolgáltatások, látványosságok bemutatását saját ismeretségi körében, mondta Orbán Melinda. A város első nagykövetének Katona László színművészt választották, aki bár Magyarországon él, sokat utazik Európában, többször látogatott családjához Székelyudvarhelyre. Úgy véli, rálátása van a feladatra, ezért büszkén vállalta a szerepet. Igen, azért vállal el dolgokat, hogy azért adja valamit
centiért, ezt tényleg komolyan gondolja, és tényleg érdekli. Amúgy nem szólt meg, nagyon szoktam ilyesmiből belemenni, de nagyon örültem, amikor Melinda felhívott, mert én azt gondolom, hogy mivel 20 éve élek Budapesten, én ezt tulajdonképpen civil veszik, amikor a helyi népszerűsítését, ezt én nagyon tudom. Most nagykövetként célirányosabban, intenzívebben tudja népszerűsíteni szülővárosa turizmusát, számolt be a sajtóképviselőinek. Úgy tartja, hogy alapvetően kétféle turista létezik, az erdőben kirándulók, illetve akik már pár nap alatt szeretnék körbejárni egész Székelyföldet. Mindkét tábornak ideális lehet Székelyudvarhely, hisz innen indulva csillagtúraszerűen bejárhatja az egész régiót, mondta. Egy székelyudvarhelyi fotográfus Dávid Botond projektje a Geofolk az Európai Parlament idei Európai Polgárdíjának romániai kitüntetettje. A fotós által megálmodott projekt a sokféleség szépségére és értékére világít rá, és jelentősen hozzájárul az európai kulturális örökség megőrzéséhez. Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgárdíjat. Ez az elismerés olyan személy, csoport, egyesület vagy szervezet kivételes teljesítményének jutalmazására szolgál, amely elősegíti a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést. Az idei díjat Dávid Botond székelyudvarhelyi fotográfus kapja a Geofolk projektért, amely 9 éve indult. Egy olyan lenyűgöző gyűjteményről van szó, amely Európa kulturális hagyatékának egyik leglátványosabb elemét, a népviseleteket mutatja be. Ma már több mint 2000 különböző népviseletet tartalmaz, 56 ország 240 nemzetiségétől. A felvételek zöme itthon és az anyaországban készült, de a folklórfesztiválok is gyűjtőterepként szolgáltak. Ez a díj engem teljesen meglepett, teljesen váratlanul ért, természetesen jól esik. Még ízlelgettem az ízét, még egyelőre szoknom kell, hogy egyáltalán mi is ez. Novemberben ezt a díját adó, addig felnövök az érzéshez. Mindenféleképpen ez egy pozitív visszajelzés a társadalom részéről, hogy úgy látszik, hogy csak híre megy ennek a projektnek. A Geofolk címet viselő fotógyűjtemény vándorkiállítás formájában számos romániai és magyarországi városba jutott el. A fotográfus jelenleg az összeállítás kibővítésén dolgozik, illetve egy nagyszabású online kép- és adatbázis létrehozását is tervezi. Marosvásárhelyen az Outdoor Experience csapata május közepétől szeptember közepéig minden héten kajakos keddet szervez, amikor az érdeklődők kipróbálhatják ezt az egyszerre izgalmas és megnyugtató sportágat. Érdeklődő akad bőven, az utóbbi években egyre népszerűbb a kajakozás. Jó volt a kajakozás, én nagyon élveztem. Anyu hajtott többször, én kevésszer hajtottam, de azért én is hajtottam. Élveztem, főleg amikor bementem a Marosba a kajakkal, és először kipróbálhattam. Szerintem nagyon jó volt. Mondja Vajda Balázs Péter, aki az Outdoor Experience által szervezett kajakos kedden próbálta ki először az egyre népszerűbb sportágat. 10 éves kor felett az egyszemélyes kajakok is használhatók, természetesen a kötelező mentő mellénnyel társítva. Azt kell tudni róla, hogy ezen alkalommal kihozzuk a meglévő kajakjainkat, mereftestű kajakjainkat, és lehetőséget biztosítunk a városlakóknak, meg egyáltalán az érdeklődőknek, hogy kipróbálják ezt a izgalmas, meg megnyugtató sportágat. A kajakos keddek 5 éve zajlanak, de az Outdoor Experience csapatától délutánonként 3 órától kajakok mellett kenut is lehet bérelni. 9 egyszemélyes és 1-2 személyes kajak áll az érdeklődők rendelkezésére, így a véges kajakszámok és a nagy érdeklődés miatt előrejegyzés szükséges. Nyáron ezek mennek, kajak, kenu, rafting, ugye az vadvízi evezés, ez történhet ilyen nagy csónakokkal, ami azt jelenti, hogy 6-7-8 személyes csónakok, vagy vadvízi kajakkal, az meg egyéni sport, tehát az egyedül űzi az ember, egyedül ül a kajakban. Kedden két turnusban bocsájtunk vízre kajakokat, az egyik az 17:30, a másik pedig 19:00, másfél órás időintervallumban evezhetnek az érdeklődők. Ez azt jelenti, hogy 17:30-kor találkozunk itt,
Szétosztjuk a felszereléseket, ami mentő, mellény, kajak és evezőt jelent. Elmagyarázzuk mindenkinek, hogy hogyan kell beülni a kajakba, hogyan kell evezni, hogyan kell tartani az evezőt, mire figyeljenek oda, és akkor mindenki vízre bocsájtunk, és kedvükre tudnak Szent György irányába felfele evezni. A kajakozás jó hatással van a szervezetünkre, az állóképességünkre, de a fizikai tényezők mellett a lelki állapotunkra is rendkívül pozitívan hat, hiszen a megnyugtató, pihentető kikapcsolódás mellett javítja a közérzetünket is. Olimpia szurkolók nélkül sporttal folytatjuk. A sok korlátozás egyértelműen rányomta bélyegét a 32. tokiói nyári olimpia hangulatára. A japán fővárosban kötelező a maszkviselés és a távolságtartás. Szép Zoltán kollégánk a helyszínen követi az eseményeket. Híradónk érdeklődésére beszámolt tapasztalatairól. Nézőktől megfosztott lelátók jellemzik a 32. tokiói nyári olimpiát. A szervezők igyekeznek a korábbi olimpiák alapzajával, felvett tapssal bíztatni a sportolókat, azt az érzést keltve, hogy mégis ülnek nézők a lelátón. Az idei ötkarikás játékokra érkezőknek nyálmintából tesztet kellett elvégezniük már a repülőtéren, amelyet csak akkor lehetett elhagyni, ha az egyórás várakozás után negatív lett az eredmény. A versenyzőket, újságírókat naponta tesztelik, és úgynevezett COVID-lista is létezik az Olimpiai Bizottság honlapján, amelyen azokat tüntetik fel, akiknek pozitív lett a koronavírus tesztjük. Emellett a japánok szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását, a maszkviselése kötelező, csak bemelegítésnél és verseny közben tekinthetnek el ettől az indulók, az újságírók pedig csak táplálkozásnál, illetve élő bejelentkezésnél válhatnak meg az orrot és szájat eltakaró maszktól, mondta híradónk érdeklődésére Szép Zoltán. Én korábban a riói olimpián részt vehettem, ott ugye szurkolók voltak, dübörgött a város, hogy olimpia van, tehát hogy ott teljesen más volt a hangulat. Itt igazából nincs meg ez a dübörgés, olyan, mintha egy ilyen, nem is tudom, egy szellemvárosban lenne az egész olimpia, mert ugye nem lehetnek nézők, az utcán is, akiket látunk, azok úgy, mintha hidegen hagyná őket, hogy itt van az olimpia megszervezve. Ez talán azért is van, mert nagyon sokan nem szerették volna, hogy a járvány alatt megszervezzék az olimpiát, ennek ellenére ugye ezeket a korlátozásokat hozták, és ezekkel a szigorú szabályokkal szervezik meg. Ma reggel a marosvásárhelyi születésű asztali teniszezőnek, Szűcs Bernadettnek női egyes számban véget ért a tokiói nyári olimpia, ugyanis az amerikai színekben szereplő Csiu Luántól 6 szetben vereséget szenvedett. Szűcs korábban kiesett a vegyes párosok mezőnyéből is, de még maradt Tokióban, ugyanis vasárnap csapatversenyben állhat asztal mellé. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.